Thank you.
Összes királyhaloddal el fogjuk nektek tetszeni. Úgyhogy, ha valaki a tudtunkon kívül írt egy királyhaloddalt, az mindenképp jelezze most, mert azt is el fogjuk játszani. Viszont félretéve, tényleg el fogjuk játszani az összes dalt ma, annak érdekében, hogy ez beleférjen kb. Úgy másfél órába, szerintem menjünk is tovább. A következő dalba gitárok terén kicsit segítségre lesz szükségünk, úgyhogy elhívtuk egy jó barátunkat.
Játszani pár olyan dalt, amit vagy soha, vagy nagyon ritkán játszunk. A következő is egy ilyen dal, ugyanis még soha eddig nem játszottuk el nektek. Úgyhogy nagyon izgulunk, de szerintünk egy nagyon király kis dal, nyilván ezt majd ti eldöntitek. A dal egyébként az emberi lustaságról, az Istenbe vetett hitről, a vallásról, és úgy unblock ezekről szól. Várjunk hát csodát! Good.
csak itt, ha úgy tetszik. Jegyzik, hogy míg arcunkat kezünk betemetve, új jövő után keseredve várjunk hát. A sors kiabál, a listeneink sírnak, dalaink megint száz, már nem jegyzik, hogy míg van. Várjunk, hogy az én ide üljön, várjunk, hogy a hónap örüljön, várjunk. Yeah.
Yeah.
Szerintem pontosan tudjátok, hogy mi a dolgotok. Mindjárt állhatok a számára.
az bár mások szerint, gyan hisz, mindennapos dolog, s most mindennapos persze engem nem követ tragédia, de lehet földfilmem csak néhány fakultia, bár létezem, az élet tudom, hogy nem ebben rejt, hiszen részt találtam azon a falon, ami egy világtól eltaszít. Érzem, te is az vagy, kiben ott bújik a félszakít, mérgeznek, s benne minden hétköznap egy sebet felszakít. A mégsem tűnődik, hogy mennyivel jobban van, mint a tegnap. Nem félív a bőrébe, mert szorongat a holnap, hisz kifosztja környezetét ez a büszke társadalom. Még nem az egyetlen felhalmozott társadalom. Sűrű menőt mostanra, minden, ami rémítő és ritkítani próbálnánk, de újból mindig előjön, hogy gyümölcse vagyok, tudod csak, a halál kertjének. Minek is rágódok, itt így is úgy is születesz. Legmélyebb félelmem, most már nem az elmúlás. Egy engedett szürke falak, rajtuk nincs átjárás. Egy résen pedig átérvén szabadságot lélegezhetni. Résetem magunknak, hallgatod, hogy átcsempész. Yeah.
egyébként ritkán játszunk. Ez volt a legelső dal, amit kiadtunk. És tulajdonképpen az imposter szindrómáról szól. Senki nem figyel! Győztem, de a vesztes, én vagyok lelkemmel fejbe verve. Félek, tudatom lesz, így szabadságom, mély szürke kenerben. Látom, nem lát, az igazság máshol nyugszik. Cél, dics, vágy és becs szó, mindent elkerték.
Köszönjük! Hogy érzitek egyébként magatokat? Szuper! Szerintem az egész zenekar nevében elmondhatom azt, hogy ez, ami ma este itt történik, ez, hogy egy ilyen kiváló helyszínen, egy ilyen kiváló közönségnek ilyen kiváló dalokat adhatunk nektek. Azt gondolom, hogy ez az, aminek tulajdonképpen élünk, ez az, ami nagyon régóta minket a rabjává tett, ez a tulajdonképpen a függőségünk. És hogy miért hozom ezt szóba? Egyrészt azért, mert most jövök el, hogy baromi hosszú intrót sikerül csinálni a következő dalhoz, másrészt pedig azért, mert a következő dal a függőségekről szól. Gyere közelem!
Nagyon szépen köszönjük! Engedjétek vissza pincét, mert ez szükségünk van. De ki fog elkapolni? Thank you.
aki kicsit áthatóban ismeri a zenekart, az pontosan tudja, hogy van, maradt még egy dalunk, úgyhogy túl sok értelme ennek a lemenetelnek nem volt, de mindenképpen akartuk játszani ez a felnőtt itt a baba, hol a baba típusú játék. Azt gondolom, hogy nagyon szuper. Köszönjük szépen, hogy benne voltatok a játékban! Kicsit komolyra fordítva a szót, tényleg a koncert végéhez értünk, és ez az a pont, amikor szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki lehetővé tette az egyébként korábban említett gyönyörű koncerthelyszínt és egyébként gyönyörű közönséget, úgyhogy tényleg abszolút hálásak vagyunk a stábunknak. Apropó, hogy tetszettek az előzenekarok? Milyen volt a megdöntés? És hogy tetszett? Az Escape Passion-o! Nagyon köszönjük nekik, hogy támogattak ezen az estén, nagyon király zenekarokról van szó. És hát tényleg a hajó legénységének és mindenkinek, aki ismételten lehetővé tette ezt az estét. Köszönjük szépen! Két szempontból is fontos, az egyik az, hogy ez volt az első, vagyis hát még mindig az első kislemezünk címadódala, illetve ez az a dal, amit egyébként a legtöbbet hallgatok és a legjobban szeretitek. Terve van, hogy a közepén egyébként egy picit itt középen szétnyitjuk a teret, úgyhogy készüljetek fel! Szóljon az, amik élek! Feels the moment I
Hát, úristen! Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük! Őszintén ilyenkor kicsit nehéz megszólalni, mert tényleg baromira hálásak vagyok. De tényleg, ezer hálom. Köszönjük szépen, egy képbe benne vagytok!